mindegy, hogy kilövik a gólokat, hogyha megnyerjük a meccset. Kicsit izgalmasabb lett a vége, de győzelem az egy győzelem, úgyhogy nem nagyon szabad ezzel foglalkoznunk. Nem volt egyszerű, a következő se lesz az. Kicsit és megemészjük ezt a következő egy-két órában, aztán el kell felejteni, mert kedden egy teljesen új mérkőzés vár ránk Bécsben. Kitűnően ment a sorotok? Igen, azt gondolom, hogy elég jól elkaptuk az elején. Végig tudtunk dominálni a sor ellen, aki ellen mentünk. Ez tényleg jó meccs volt számunkra, de a következő meccs lehet, hogy a másik sornak lesz. Jó jön ki a lépés nekik, úgyhogy egy csapat vagyunk, azt gondolom, hogy mindegyik kilövik a gólokat, hogyha megnyerjük a meccset. Elég keményen visszajöttek a harmadik harmadban, egy kicsit ki is engedtünk, de az a lényeg, hogy jól kezdtük a párharcot, szükség is volt rá itthon. A legfontosabb, hogy megvan az első sikerünk. Pontosan tudjuk, hogy egy ilyen csapat ellen, mint mondjuk a Bécs, akár 4-0-nál sincs vége, de ugyanúgy esetleg, hogyha mi kerülünk hátrányba, és esetleg egy pár gólra vezet majd a csapat, a mai meccs tökéletesen bizonyítja azt, hogy a meccs 60 percig tart, soha sincs vége. Ők se adták fel, ha esetleg mi kerülünk hátrányba, mi sem szabad, hogy feladjuk, de nyilván szeretnénk újra egy jó kezdéssel megindítani ezt a bécsi meccset. Viszont, hogyha az első két harmadot nézem, akkor nem lesz hosszú a párharc. Így van, bízom benne, hogy azt a játékot tudjuk majd folytatni. Nem szabad kiengednünk egy másodpercesen, mert ma láttuk, hogy a Bécs rögtön kihasználja a lehetőséget, hogyha egy picit visszaveszünk. Ez tényleg a rájátszásban már nem szabad megengedni egy cserét sem, hogy esetleg nem 120%-kal megyünk föl. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a győzelemre, egy erős Bécset sikerült megvernünk, de még nagyon sok van hátra. A vasárnap is kemény meccs lesz, biztos vagyok benne, hogy változtatni fognak a játék stílusukon. A bécsiek erősek, de hát erről szól a rájátszás. Az utolsó harmadra kell majd odafigyelnünk, illetve hogy Bécsben is jó első játékrészt produkáljunk. De még egyszer mondom, kemény csata lesz.